A hét elején sokat szóltak a hírek itt az ATV iradójában is arról, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter milyen eredményes tárgyalásokat folytatott Kínában. Arról azonban kevesebb szó esett, hogy ezt követően volt ott egy komoly, több napig tartó konferencia is, aminek Értes András, a GKI vezetője is részt vett. Köszöntjük a stúdióban, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye egy övezet, egy út fórum volt ott Kínában, ahol aztán a világ minden tárgyal érkező gazdasági szakemberek itatták meg a Kínával való gazdasági kapcsolatok építésének lehetőségét és jelentőségét. Nekem egyetlen egy dolog, és nyilván az a fő témánk az lesz majd, hogy többek között arról is szó esett ugye a magyar vezetők tárgyalásain, hogy egy fantasztikus hosszú távú beruházásba kezdünk. Ugye az már 2014 óta a levegőben van, de most már kiderült egész pontosan, hogy egy több emberöltőre előre tekintő beruházás, egy alig 2400 év alatt megtérülő beruházás, ugye a Belgrád-Budapest vasútvonal, amire vonatkozóan kötelezettséget vállaltunk. Ez mit szóltak, hogy mi erről a nemzetközi szaksajtónak, a gazdasági szakembereknek is a véleménye? Mi alakult ki erről? Ugye itt azért két dolog történt. Az egyik dolog, hogy aláírtunk egy stratégiai együttműködési megállapodást a kínaiakkal. Ez 50 országgal írta eddig alá Kína, de Magyarországgal nem írta alá eddig, és ezt most aláírták, és ez azt jelenti, hogy a magyar cégeknek a kínai cégekkel könnyebb lesz együttműködnie. Tehát azért ez egy pozitív oldala a dolognak. Na most ugyanakkor ebbe a stratégiai együttműködési megállapodásba betették azt, amit egyébként már a két miniszterelnök aláírt egyszer, tehát Orbán Viktor és az akkori kínai miniszterelnök. 2014-ben. Úgy van, 2014-ben aláírta, hogy megépítik a Belgrád-Budapest vasútvonalat. Ugye itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a kínaiak megvették Pireusz kikötőjét, ami egy görög kikötő, Aténtól nem messze van, egy jó kikötő egyébként, ez kínai kézben van, és a kínaiak ott akarnak árukkal följönni Európába, lényegében egész Európa felé, vasútvonalon keresztül. Na most, itt nagyon sok baj van. Az egyik baj az az, hogy Pireusztól Belgrádig sincs normális vasútvonal. Tehát nincs megépítve az a dolog, amihez egyáltalán csatlakozni akarunk. Hát és nem lehet, hogy arról hamar lesz egy szerződés, hogy azt meg megcsinálja valaki más. Hát az lehetséges, de ott óriás hegyeken keresztül kell azért ezt csinálni. Az nem olyan egyszerű. Mert Belgrádtól Budapestig az nagyjából egy viszintes út, jó, meg egy vasútépítés, ez egy komoly munka, persze. De hát azért... Ezért nagyon olcsó is lesz, valami 500 milliárd csekély összed, ugye? Amiért? Indult 400-zal, aztán föltornászódott 500-ig, aztán 550-ig, most már mondanak 700-at is, igen. Tehát itt most már nagyon sok minden van. És ez csak valóban a Budapest-Szeged távolság nagyjából, ugye? Tehát a magyarországi rész. Igen. A dolognak az a lényege, hogy a kínaiaknak itt legalább két nagyon nagy érdeke van. Az egyik az, hogy Pireuszból föl tudjanak jönni vasúttal, és ez valamikor egyszer azért meg fog valósulni. A másik nagy érdeke, hogy építsenek az Európai Unión belül vasútvonalat, mert ezzel referenciájuk lesz arra, hogy később bármilyen európai országban indulhassanak a versenytárgyalások. Általában ezt meg szokták követelni, hogy kell Európai Uniós munka, amivel el lehet indulni. Ez nekik ebből a szempontból is előnyös. Ezért egész Afrika az övék is a bulinak, ugye? Tehát ők finanszíroznák, tehát Kína hitelből. Nem az övék, ők meghitelezik. Tehát ez magyar, tehát itt pontosan az a probléma, hogy ez magyar pénz valójában, csak kapunk hozzá egy hitelt, amit természetesen vissza kell fizetni. Mi ebben nekünk, mi ebben jó? Tehát miért ez a szerződés? Hát ezt nem tőlem kell azért elsősorban megkérdezni. De mi látszik ebben? Attól az első perctől fogva, hogy ez a tárgyás elindult, majd aláíródott még 14-ben, azóta minden szakember, vasúti szakember azt mondja, hogy ez a büdös életbe meg nem térül. Picit ez az Európai Unióval való vitás kérdések miatt egyfajta kelet felé való nyitás és a gazdasági kapcsolatok arra való építésének az útja lehetősége? Hát ez is egyben? Ez mindig az, csak ha ez úgy van megcsinálva, hogy ugye vannak olyan számítások, hogy 2000 év alatt nem térül meg. Na most az Krisztus, tehát tessék visszaszámolni Krisztusig akkor. Nem biztos, hogy Magyarországnak egy ilyen projektbe be kell menni. Mit tehát kaphatunk ezért cserébe, vagy mit mond a kormány? Mi járható ezért? Ugye most egy olyan, mert azért ezt a kormány is érzékelt, hogy ez nekünk nagyon nem jó. Most annyi történt, hogy egy ígéretet kaptunk arra, és ezt egyelőre csak egy papírra van fölírva, de azért ez egy komoly ígéret, hogy 2,5% körüli kamatszinten megkapjuk a hitelt, ami
ha most Magyarország kamat adatait nézik, akkor Magyarország most körülbelül olyan 4,2-4,3%-on tudna ugyanilyen hitelt fölvenni a piacokon. Tehát ez egy jó, ez egy majdnem 2%-pontot, 1,7-1,8%-pontot itt nyernénk a dologgal. De ezzel most nem csak azt mondta, hogy olcsóbban kapunk valamire hitelt, amit egyáltalán nem volna érdemes megcsinálni? Igen, de ilyenkor azért érdemes újra számolni a megtérülést, mert ugye azért ez azt jelenti, hogy valójában... Mennyit csökkent a 2000 év? Hát a két, ugye én számoltam ki a 2000 évet, tehát én ezt nem tudom megmondani, azt majd a szakemberek megmondják. De nézzük akkor ezzel a kamattal, hol tartunk. Ezzel a kamattal is ez a beruházás egészen biztosan nem térül meg 50 éven belül. Ez egészen bizonyos, tehát ez nem kérdés. Én azt gondolom, hogy nem szerencsés egy ilyen dologba belemenni. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy lehet olyan helyzet, amiben azért jól járhatunk. Milyen ez? Ha például a vasútvonal megépítése kapcsán kínai befektetések a vasútvonal mellett történnek Magyarországon. Így értettem, amit kapunk cserébe, nem a jó hitel, hanem cserébe milyen beruházás hát jön ilyen, hozzánk. De egyelőre senki meg nem ígérte. Tehát erről itt egyelőre nincs szó, beszélgetés van. Ugye mivel lehet egy vasútvonalat rentábilissá tenni, ha egyszer nem lehet azzal, hogy ott megy a vonat, mert kiderült, hogy az ez nem megy. Ez felcsúton se sikerült? Úgy van. Akkor azzal lehet, hogy mellé raknak különböző befektetéseket. Én azt gondolom, hogy ebben lehetne még egy valamilyen gondolkodás. Hát a kínai törekvés azért, tehát valószínűleg ők egy közép-európai, vagy egész Európára tekintve egy ilyen kiinduló bázisnak tekintik Magyarországot gazdasági szempontból. Egy szempontból teljesen igaza van, egy másik szempontból azért nem ilyen egyszerű. A kínaiak rendkívül óvatosak. Olyan országokban nem csináltak nagy beruházásokat, ahol a jogbizonytalanság a jellemző. Magyarországon ugye a kormányzat lényegében azt csinál, amit akar, mindenféle okokból, ő dönti el, hogy ki a győztes, ki a nyertes, stb. Ezt a kínaiak nem szeretik. Ennek ellenére az adatok azt mondják, hogy többet jönnek ide kínaiak, még az oroszoknál is. Tehát a kínaiak rengeteg befektetéspénzt hoznak már most. De ez egy más dolog, tehát a sok-sok kínai élit, még az ATV közelében is. Itt 20... talán a legtöbben a fővárosban. Igen. Senki nem tudja egész pontosan, mert gyakran ugyanazzal az útlevéllel többen jönnek, szóval ez nem olyan egyszerű megállapítani. Tehát különböző 20 és 40 ezer közé becsülik az itt élő, csak Budapesten vagy Budapest környékén élő kínaiak számát. És bocsánat, a letelepedési kötvényt vásárlókról pedig nem nagyon tudunk semmit, de ők egy másik tészta. Az már egy másik tészta, de ugyanakkor ebben a sokaságban, ebben a 20-40 ezerben is elég sok gazdag ember van. Tehát ezek nem feltétlen szegény emberek. Hát elindultak onnan is, és itt letepednek. Szóval azért jellemzően ezeknek van pénzük, de ez egy egész más dolog. Ők kereskednek, a kereskedelmük jelentős része az fekete, vagy félfekete, vagy szürke, vagy stb. Ugye óriás balhék is voltak, amikor itt bezárták a környékbeli kőbányai különböző ilyen telepeket. Szóval ez nem ugyanaz. Tehát nem ugyanaz a volumen. Hát ezt Magyarországnak nem nagyon szabadna, hogy mondjam, felvállalni, hogy fekete kereskedelemre építünk mi rohadrágán, már bocsánat, vasutat. Szóval ez nem egy szerencsés gondolat. Mit gondol egyébként a keleti nyitás sikeréről úgy szélesebben? Van keleti nyitás sikeré? Hát mutassanak valamit. Hát rossz, rákényszerülünk, hogy nincs ilyen, tehát eddig semmi ilyen nincs. Tehát a minden környező országnak nagyobb mértékben nőtt a kereskedelme a keleti országokkal, mint nekünk. Tehát a cseheknek, a lengyeleknek, mindenkinek jobban nőtt. Semmi ilyen nincs. Amellett hát tudni kell, hogy ennek a súlya a magyar kereskedelemben rendkívül kicsi. Tehát Magyarország Európában kereskedik, egy kicsi ország, ez az ott kereskedik, ahol van, mi azért nagyon nehezen megyünk ilyen 8-9 ezer kilométeres távolságokba, bár én ott annyit repültem, az rendben van, de abból, hogy én oda repültem, abból nem lett kereskedelmi többlet, szóval az nem... Nézzünk egy picit egészen, most még gazdasági szakemberre van szerencsénk beszélni végre, sok politikus után, hogy a hazai költségvetéssel kapcsolatban, hogy az ÁSZ megállapította, hogy megalapozott a hazai költségvetés. Ó, meglepetés. Igen. Erről kérdeznénk, valamint arról, hogy Varga Mihály szerint javul a versenyképességünk is. Ó, és az is két hét alatt, ugye? Újdonságot mondtam ezzel ennek? Hát én nem tudom, hogy minek alapján lehetett ezt most megállapítani, mert eddig mindenki azt mondta, még a kormány is azt mondta, hogy a versenyképességben lemaradtunk, és ez probléma, és ezzel tenni kell valamit.
Én Csikán Attilának hiszek ez ügyben azért. Ő tényleg versenyképességi szakember, ezzel foglalkozik azért most már 30-40 éve. Csikán Attila azt mondta, hogy nagyon jó, hogy van egy versenyképességi tanács, ami ugye most létrejött, ez egy helyes dolog, de csupa olyan dolgokkal foglalkozik, ami jó, tehát nincs baj belőle, egy picit javítja Magyarország dolgait, de nem változtatja meg a dolog lényegét. Tehát ami? Hát a dolog lényege az, hogy a kormányzat beleavatkozik minden üzleti akcióba, ő dönti el, hogy minden üzleti akcióban ki a nyertes és ki nem, óriási korrupció van Magyarországon. És ez nem tesz jót a versenyképességnek, a szabad versenynek nyilvánvalóan. Tehát nem, hát ez nem tesz jót, de hát minden komoly vállalkozó, vagy minden komoly nagy cég az ilyen terepeket azt elkerüli. Tehát ő azt szereti, hogy tiszta, világos helyzetek vannak, és versenyezünk. Ez a normális. Hát érdekes volt mindesetre egy gazdasági szakemberélet is hallani a sok politikus után. Érdekes módon teljesen más szempontokat vett fel. Vajon miért van ez, ki tudja, érdemes lenne a politikusokkal is. A politikusokkal megkérdezni az önök véleményét. Zavarnak a tények, az lehet, hogy majd a jövőben egyszer előfordul. Köszönjük szépen mindesetre. Köszönöm.